Aki csak teheti, én ajánlanám, hogy a felvételt mindenféleképpen próbálja beadni, vagy korábbi évek szertifikátjaival, vagy pedig az idei multiteszt eredményeivel. A motivációs levéllel való kizárólagos felvételt csak egy legutolsó megoldásként tekintsék a felvételi szempontjából. Július 29-én startolt el, és augusztus 23-ig tart a felvételi kampány. Csak úgy, mint eddig, az idén is kizárólag elektronikus formában lehet jelentkezni a felsőoktatásba. Az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar Oktatási Tudományos Intézete 7 szakra hirdet felvételt. Alap- és mesterképzésre lehet jelentkezni magyar nyelv és irodalom, történelem, nemzetközi kapcsolatok, matematika és informatika, illetve fizika és informatika szakra. Emellett nappali tagozatos alapképzést kínálnak a magyar nyelv, mint idegen nyelv és szakfordító, illetve az új számítógéptudomány elnevezésű képzésen. Imre Gyulát, a Magyar Intézet Felvételi Bizottságának felelős titkárát arról kérdeztük, miért döntöttek az új szak beindítása mellett. A századforduló világirodalmának egyik kiemelkedő alakja nagyon sokszor hangsúlyozta, hogy nincs hatalmasabb erő, mint a tudás. És a tudással felfegyverzett ember pedig legyőzhetetlen. Napjainkban, amikor haladunk ehhez a tudás felé vezető úton, a legnagyobb segítségünkre az Ungvári Nemzeti Egyetemen belül is úgy gondolom, hogy az Ukrán-Magyar Oktatási Tudományos Intézet lehet, amely az idén 7 irányban kínál felvételi lehetőséget a korábbi évek végzőseinek, illetve az idei 2021-2022-es tanév végzőseinek egyaránt. Mit is kell erről az úgynevezett számítógép tudományról tudni? Tehát a matematikának egy igen-igen fiatal tudományágáról van szó, amelynek talán az információ kezelést és az információ feldolgozását fogja állítani a fő középpontjába, a fő fókuszába, de természetesen nem csak elméleti, hanem gyakorlati megközelítésben is. Tehát a tárgya maga a számítógép, mint eszköz. Mivel ugye matematika és fizika szakos tanárokat képzünk, ezért gondoltuk úgy, illetve az egyetem vezetősége ajánlására, hogy célszerű lenne egy valamely matematikai ághoz tartozó irányzatot kiválasztanunk, hogy akár párhuzamos képzéssel a leendő felvételizők ne csak tanári diplomával rendelkezhessenek, hanem akár valamilyen tudományos más stílusú diplomával is. Kihangsúlyoznám, hogy az első, illetve a második évfolyamon a hallgatók nagy arányban fognak matematikai, illetve technikai tudományokat vizsgáló tantárgyakat hallgatni, illetve majd záróvizsgát tenni ezekből a tantárgyakból. A jelentkezők legfeljebb 5 felvételi kérvényt nyújthatnak be államilag finanszírozott képzésre, míg költségtérítésesre 20-at. A motivációs levél mindegyik szak felvételiénél kötelező, viszont akadnak olyan képzések, amelyekre a multidisciplináris teszt eredménye is szükséges. Ilyen a nemzetközi kapcsolatok, a számítógéptudomány és a magyar nyelv, mint idegen nyelv szakfordító szak. A többi pedagógiai irányultságú képzésnél nem elvárás a multiteszt, ám mindenképp pluszpontot jelent. Természetesen az egyetem lehetőséget ad ugyanúgy a mi intézményünkben is, mint minden más fakultáson is, a felvételire csak is motivációs levél segítségével. Ezt úgy képzeljük el, hogy például, ha van egy valamilyen szakirányban 10 licenzált hely, ami tartalmazza az ingyenes képzéseket is, illetve a költségtérítéses képzéseket is, akkor például az egyetem biztosít 7 helyet felvételizni multidisciplinális teszt segítségével, illetve 3 helyet kimondottan csak motivációs levél benyújtásával. Tehát ha most természetesen valaki benyújtja a kérelmét a teszt segítségével, annak is rendelkeznie kell motivációs levéllel, hiszen a motivációs levél minden egyes felvételihez szükséges bármilyen szakirányban. De ha például valaki nem regisztrált az idén
külső független tesztelésre, ugye nem vett részt a multidisciplináris teszten, vagy nem rendelkezik az elmúlt 3 évnek a szertifikátjaival, akkor természetesen, hogy ő csak is motivációs levéllel felvételizhet. Azonban ennek a felvételizésnek a lehetősége, mint ahogy mondom, a helyek száma miatt korlátozott. Imre Gyula úgy véli, az elkövetkező időkben nagy szükség lesz az értelmiségre, különösen a tanárokra. Éppen ezért arra biztatnak mindenkit, hogy jelentkezzenek a felsőoktatásba, hiszen az idei könnyített érettséginél és felvételinél nem igen lesz egyszerűbb a jövőben. A férfiaknak plusz előnnyel is jár a hallgatói jogviszony, ugyanis a jelenlegi törvények szerint a nappali tagozatos diákok mentesülnek a katonai szolgálat alól.